Az ebédszünet utáni első előadónk Kabai Andris, aki, amit már, ahogy azt beharangoztuk, az ebédszünet előtti utolsó workshopot fogja folytatni. Azaz mi mindig buffer overflow típusú hibákat fogjuk kicsit körül rajongani. Andris azt fogja megmutatni, hogy mi van akkor, ha nem annyira egyszerű az élet, mint ebédszünet előtt volt, hanem valamilyen védelmi mechanizmusok be vannak kapcsolva az adott operációs rendszeren vagy futtatókörnyezetben, akkor mégis mit lehet trükközni. És így át is adnám neki a szót, Kabai Andris. Sziasztok, sok szeretettel üdvözlök mindenkit itt az ASLR és DEP megkerülési technikák előadás keretén belül. Mint ahogy hallottátok, én Kabai András volnék, csak gyorsan egy szót magamról. Igazából a PTA Celtengerinél, mint Nemzeti Hálózatbiztonsági Központnál dolgozok IT Security specialistaként. És hát szerintem ennyi elég is, amit így most hirtelen tudtok rólam, úgyhogy csapjuk is bele az előadásba. Igazából két részre fog oszlani a prezentáció. Igyekszem viszonylag hamar letudni majd a szlájdokat, és utána átérünk a gyakorlati részére, demonstráció lesz. Nem workshop alapú lesz a bemutató, úgyhogy az előző buffer overflow előadással ellentétben itt leginkább figyelnetek kell majd. Szóval DEP és ASLR, ez a kettő dolog az, amiről beszélni fogunk. Hogyha valaki még nem hallott volna ezekről a kifejezésekről, akkor ugye DEP, mint Data Execution Prevention, illetve az ASLR, mint Address Space Layout Randomization jelent. Igazából ezek azok a technikák, amik viszonylag meg tudják nehezíteni a támadónak a dolgát akkor, hogyha buffer overflow exploitot próbál írni. Ugye korábban sima overflow sérülékenységek esetén az ember telenyomta a rendelkezés álló memória részt, vagy buffert futtatható kóddal valamilyen szinten, vagy akárhogy megoldotta, hogy a vezérlés, az EIP oda vándoroljon, ahol a shell kód van, és innentől kezdve a futás gyakorlatilag átvettük, és a saját kódunkat tudtuk futtatni, ugye payload futás. Viszont DEP bevezetésével ez mondhatni megnehezítésre került. DEP-pel először a Windows 2003 SP1 és az XP SP2-nél találkozhatunk a Windowsos körökben. Igazából két nagy részre lehet osztani a DEP-et. Van szoftveres emulációja ennek, ami igazából nem is DEP, csak úgy hívják. És van hardveres DEP, ami gyártótól függően azt jelenti, hogy Page Address Extension keresztül NX vagy XD bit van engedélyezve, illetve ennek a billentésével van meghatározva az, hogy egyes memória részek futtathatók-e vagy sem. Gyakorlatilag a DEP-nek többféle kapcsolója, illetve beállítása van. Jellemzően opt-in, opt-out, always on vagy always off. Na most ez operációs rendszertől és service pack-től is függhet, hogy alap beállításként mi van használva. Opt-innél gyakorlatilag a rendszer alap moduljai és a rendszer fájlok vannak védve, illetve minden más bevehető még, ami igényli a DEP-et. Opt-out-nál pont fordítva minden included, tehát mindenre biztosítunk DEP-et, illetve hogyha valaminél kivételt szeretnénk, mivel hogy mondjuk nem DEP kompatibilis az alkalmazás, akkor az opt-out-nál egy plusz szabály felvételével kivehetjük a DEP protection alól. Always on, hát azt gondolom nem kell magyarázni, kikényszerítettem, mindenhol érvényes lesz a DEP restriction. Az always off pedig hiába van DEP-ünk, vagy DEP-képes gépünk, hardverünk, egyszerűen nem használjuk. DEP. Hát a legnagyobb érvágás a DEP-nél az, hogy ugye a korábban említett overflow exploitok egyszerűen nem működőképesek, legalábbis alapvetően nem. Ugye hozzászokhattunk ahhoz, hogy van egy rendelkezésre álló bufferünk, amit teletöltünk mindenféle kóddal, ugye ide kerül a mi kis payloadunk. Jellemzően ilyenkor a környezetben az exploitálás után egy regiszter, stack pointer, vagy EAX regiszter, akármelyik ezek közül valahogy rámutat a mi kis buffer részünkre, és innentől kezdve az EIP-t úgy kontrolláljuk, hogy egy olyan kód részre ugorjon, ami egyszerűen egy jump-al vagy egy call-al ráugrik az adott memória címre, onnantól kezdve ez egyszerűen lefutásra kerül. Ezt elfelejthetjük, innentől kezdve nincs. ASLR. Jellemzően
a Windows Vista és utána megjelent Windowsoknál kerül alkalmazásra. 32 bites rendszereknél ez egy elég gyenge megoldásnak mondható, mivel ugye 4 byton tárolódnak a címek, és a randomizáció a címtérnek a felső 2 bájtjával, azaz 16 biten történik. Emellé még hozzájön az is, hogy a DLL-ek és minden egyes modulok, meg az exéknek a memória igazítása 64 kilobájtonként történik, tehát tovább csökken a memória tér, ahol véletlenszerűen elhelyezhetjük a betöltendő modulokat. 64 bitnél ez nyilván már nagyságrendekkel nagyobb címteret biztosít a számunkra, úgyhogy az igazi ASLR és ASLR előny az 64 biten jön elő. A lényegi működése, illetve a működése lényege az, hogy amikor betöltése kerül egy ASLR képes modul vagy program, az, illetve az behúzzák a DLL-eket például, akkor azok változó címtérre kerülnek betöltésre. Így nem lehetünk benne biztosak, hogy amit egyik pillanatban vagy az egyik bútolás után egy függvényt egy bizonyos címen elérünk, az a következő bútolás vagy egyéb számítógép státusz módosulás után ugyanazon a címen elérünk. Nyilván ezeket a címeket valahogy tudni kell kezelni, illetve a programnak, amit meghív függvényeket kezelni kell tudni, ezért erre vannak eljárások, amikor a program inicializálja magát, import táblájába behívja azoknak a függvényeknek a pontos címét, amikre későbbiekben hivatkozni fog, de ezt egy támadó és sima kód injection során nem tudja elérni, és rögtön az overflow során nem derül ki számunkra, hogy ezek a címek hol vannak. Azon kívül, hogy a bázis címeket módosítja az ASLR, a heap, a stack és a tab meg a tabbeg randomizációra kerülnek, tehát ez tovább nehezítheti a dolgunkat bizonyos esetben. Itt is egy nagy X jön, igazából amit korábban az overflow exploitálások során elértünk, hogy bejuttattuk a payloadot, azt mondtuk, hogy jöjjön egy Windows exec, ami ezen és ezen a címen van, és igazából csak a célpont választásánál csak a függvénynek az adott címét kellett operációs rendszer és patch level, meg esetleg nyelvfüggvényében külön-külön kiválasztani. Azt átírva ugyanúgy működőképes exploithoz jutottunk, igazából teljes Windows skálán. Ez most egyszerűen nem működik. Tehát hiába tudtuk, hogy a exploitunk által használt nagyon fontos függvény a kernel 32 DLL-en belül itt helyezkedik el. Az offset az lehet, hogy ugyanaz, de a kernel 32-nek a base adresze teljesen más lehet, sőt, alapvetően más is lesz. Ezeket mégis meg lehet valahogy kerülni, hát lássuk, hogy igen, mi az eljárása ennek. Igazából Deb Bypassról beszélünk, de fontos tudni, hogy valójában nem a hardveres Deb-nek a megkerüléséről beszélünk, tehát igazából ez nem hardveres Deb hiányosság, hanem az operációs rendszer és a szoftver implementációknak a hiányosságai vagy átgondolatlanságai miatt tudjuk véghez vinni azt, ami során mégis elérjük azt, hogy egy Deb által védett memória részre bejutott kód, vagy címsorozat mégis valamilyen úton, módon a mi payloadunkat futtassa. Erre a legtriviálisabb megoldás, hogyha felül tudjuk írni mondjuk az EIP regisztert, egy olyan címe, ami egy olyan meglévő kódrészre mutat, ami egyszerűen depet kapcsol ki az adott processzre. Tehát beállítja szépen a megfelelő regiszterek tartalmát, lenyomja a stackbe, és utána meghívja azon függvények valamelyikét, ami egyszerűen az adott processzre vagy memória részre vonatkozva kikapcsolja a dep restriction-öket, és innentől kezdve, miután ez a függvény visszatér, kikapcsolt dep állapotba kapcsolja a exploitált memória részt, és minden további nélkül lefuttathatjuk az exploitunkat. Bad memory mappings, mit akar ez? Bizonyos esetekben
egyszerűen a DEP nem tud mit tenni, hogyha nem megfelelően kódolják a programokat. Gondoljunk csak bele, vannak programok, különböző memóriaszegmenseik vannak, ezek mind ellenőrizhetők, lekérdezhetők, és inicializálás során beállítódnak a hozzáférési szintek. Ugye lehet ez olvasható, írható és futtatható. Na most hiába van nekünk aktivált DEP-ünk, hogyha egyszerűen van olyan memóriaszegmensünk, ami olvasható, írható és futtatható is. Innentől kezdve mi gátolna meg bennünket abban, hogy fogjuk magunkat és a payloadunkat belemásoljuk valamilyen úton, módon abban a memória részre, és átadva a vezérlést arra a memória pontra, lefusson a payloadunk. Ugye, mivel az egy executable flaggel megáldott memória rész, innentől kezdve a DEP már is érvényét vesztette, nem tudja megfogni a támadást. Az egyik legérdekesebb eljárás, az a Return to libc, vagy ROP elnevezésű eljárás. Ezzel a demo során fogunk még igazából találkozni. Itt arról van szó, hogy a stacket manipuláljuk olyan módon, hogy a program futása során a stackből kiolvasott visszatérési értékekkel olyan memóriacímekre jussunk, ahol az általunk véghez vinni kívánt utasítások sorozata szerepel. Tehát eltárolok egy pointert a stackben, ami mondjuk beállítja az AL regisztert egyben, majd nyom egy retet. Jön a következő érték, ugye a ret kiolvassa a stackből a következő értéket, amit megint csak én kontrollálok. Onnantól kezdve elküldöm egy olyan memória részre, ugye ez már megvalósított programnak a része, tehát visszatérünk egy library-be, ahol már igazából meglévő kódrészek vannak. És ezeknek a kódrészeknek az apró darabait rakjuk úgy össze, hogy igazából összeálljon belőle az, amit mi véghez kívánunk vinni. Az ilyen return to libc vagy ROP eljárásokkal jellemzően ezeknek a függvényeknek valamelyikét szoktuk buherálni, mert így hiába kontrolláljuk a stacket, igazából kódot ott nem futtatunk, hanem egyszerűen a visszatérési értékekkel, a visszatérési értékek kiolvasásával a program maga lép át a korábban már lekódolt programrészekhez, és így meg tudjuk hívni például a Virtual Protect eljárást, amivel rögtön kikapcsolhatjuk az adott processre vonatkozó DEP restriction-öket, innentől kezdve, hogy ebben megvagyunk, a már buffer space-ben lévő kódot közvetlenül futtathatjuk. Itt számos függvény áll rendelkezésünkre, és nem csak ez a lehetőségek tárháza, tehát ennél többféle megoldás is létezik, illetve, hogyha netán nem tudnánk ezeknek a címét valamelyiket, akkor, mert hogy ugye ezekre is hivatkozni kell, különben nem tudom meghívni, akkor mindenféle egyéb trükk is rendelkezésünkre áll. Lehetséges pointereket megszerezni. Tudjuk, hogy ha mondjuk a programunk az overflow környékén hivatkozik egy ugyanabban a DLL-ben lévő, de másik függvényre, akkor ahhoz a függvényhez képest milyen offsettel található mondjuk a virtual protect metódus, ami nekünk érdekes, és regiszterbe töltve az értéket, illetve manipulálva például az EAX regiszterbe például betöltjük a offset nélküli értéket, és olyan visszatérési értékeket hagyunk a stackbe, ami EAX értékét növelgeti mondjuk 10-zel, és mindig visszatér egy rettel. Ezt annyiszor véghez visszük, hogy az offset értékével nőjön az EAX regiszter, ezután nincs más dolgunk, mint egy olyan címet találni, ahol egy jump to EAX parancs található. Heap spray. Hallott már valaki heap sprayről? Ez egy olyan eljárás, ahol lényegében heap-et allokálunk, megfelelően nagy heap allokáció mellett biztosak lehetünk abban, hogy az általunk lefoglalt címtérre és a címtérre bejuttatott adat gyakorlatilag az adott memória címen mindig megtalálható lesz. Tehát hiába van például randomizáció, ASLR által például a heap-re. Ugye van mondjuk egy 2 megabájtos címtér, ahol szabadon mozog és rakosgatja a heap-et, hogyha egyszerűen én fogom és 100 megabájtnyi adatot tárolok le, veszek egy nagy NOPS ledet, a végére odarakom a
shellkódomat, és ennek a hatalmas nagy adatnak csinálok egy még több elemszámú tömböt. Ezt a tömbmennyiséget addig-addig töltöm, amíg egyszerűen be nem töltöm majdnem a rendelkezésre álló területet. Innentől kezdve a randomizáció lényegét veszíti, mert hogy teljesen ki lesz töltve a rendelkezésre álló címtér, és így biztosak lehetünk benne, hogyha belebökünk valahol a memóriába egy meghatározott pontra, akkor ott lényegében vagy mindig ugyanazt találjuk, vagy pedig a NoSled miatt akár képes lefutni egészen a shellkódig a dolog, és már is túl vagyunk a dolgon. A Java-val azért lehet megkerülni a DEP-et, Java Heap Spray-jel, mert hogy a Java Virtual Machine-nek a megvalósítása heap allokációra oly módon történik, hogy allokáció során rögtön read, write és executable flaggekkel látja el a memória részt, tehát annak ellenére, hogy ez igazából adat mező lenne és elegendő lenne neki a read-write jogosultság, ellátja futható flaggel is, így hogy át tudjuk adni a vezérlést a megfelelő memóriapontra, memóriacímre, akkor a DEP megint csak nem ér semmit. ASLR. ASLR-t is többféleképpen meg tudunk kerülni. Ennek az egyik legszebb módja a részleges EIP overwrite. Mivel a felső 16 biten történik a randomizáció, ezért ezt úgy kell elképzelni, hogy ha egy DLL mondjuk betöltődött 11-22 kezdetű memória címre, tehát mondjuk egy függvény található a 11-22-33-44-es hexa címen, akkor az a következő rebootnál a felső 16 bit az randomizálódik, tehát lesz belőle mondjuk 33-44, és az alsó két byte az ugyanúgy megváltozik, tehát marad 33-44-33-44. Így, hogyha az EIP-t részlegesen írjuk felül, tehát csak az alsó két bájtot, akkor azt elérjük, hogy a DLL-nek a felső két bájtja, a címe, az megtartja az aktuális állapotot, az offset viszont a DLL-en belül változatlan marad, így tulajdonképpen részleges overwrite-tal az ASLR-t megkerülve közvetlenül tudunk hivatkozni függvényre. Az EIP részleges overwrite ugye azért vihető véghez, mert a architektúra kivitelezés miatt a memória és a regiszterek közti adatmozgás az ugye byte fordított módon történik. Tehát ahogy az overflow-val elkezdek beleérni az EIP overwrite-ba, akkor először az alsó egy byte-ot, majd az alsó második byte-ot írom felül. És hogyha hozzátolnék még két byte-ot, akkor írnám fölül a harmadik és negyedik byte-ot, ami a felső két byte. Lehetőségünk van ASLR ellen, illetve nem ASLR képes modulokat használni, ahol fixek a függvény címek, fix minden a betöltési adressz, tehát a base address, és a base addressen belüli összes offset állandó. Jellemzően igyekeznek minél több programot úgy fordítani most már, hogy ASLR képes legyen, és így megélni a programokat, de ennek ellenére nagy gyártók, nagy termékei is rendszeresen és rengeteg olyan modult tartalmaznak, amik nem ASLR képesek. Ez, hogyha belenézünk egy program futása során debug környezetben a betöltött modulokra, akkor könnyen kideríthető, hogy mely modulok azok, amelyek nem ASLR képesek, fix base address-el rendelkeznek, innentől kezdve azokat végignézve és azoknak a címterét használva, mert tudunk statikus címeket használni, amik biztosan ott lesznek minden alkalommal. Így hiába leszünk például egy injektált kódon random helyen a memóriába, hogyha tudunk fix címekre hivatkozni, mert hogy mondjuk ezekben a DLL-ekben megvannak ugyanazok a függvényhívások, amikről korábban már beszéltünk. Brute force. Lehet brute force-olni bizonyos esetben ezeket a címeket, és így megtalálni a DLL-eket. Ez mondjuk 32 bites rendszereknél jellemző, és ott is a randomizáció szegénysége miatt, illetve hát a rendelkezésre álló címtérnek a kicsisége miatt. Tehát, hogyha belefutunk egy olyan exploitba, amit kihasználva nem akasztjuk meg a programot, és tovább futni képes, akkor generálhatunk több olyan exploitot, ami végigskálázza a rendelkezésre álló címteret, és az egyiknél meg fogjuk találni az adott DLL-nek az adott függvényét, és az esetben le fog futni a payloadunk. Memóriából szerezhetők még információk nagyon könnyen.
Ezt már említettem a DEP esetén is, tehát simán elképzelhető, hogy az adott DLM belül egy teljesen más, nem releváns függvényt hív meg az adott program, és mi azt tudjuk a programon belül, hogy hol hívja meg, tehát hozzánk képest a relatív hívásnak a címét tudjuk. Így amikor a kódfutatás már a saját kezünkben van, akkor lehetőségünk van ezt a pointert igazából elmenteni mondjuk magunknak egy regiszterbe, és innentől kezdve a kiderített offsettel tudjuk már meghívni a későbbiekben a kívánt függvényt. És aztán itt is képbe jön a HeathSpray, az eljárás nagyjából ugyanaz, mint a DEP-nél, csak itt annyi a különbség, hogy a JavaScript-es HeathSpray-jel nem jutunk rögtön futtatható memória részhez, viszont mivel a randomizáció a nagy mennyiségű heap allokálás során gyakorlatilag lényegét veszíti, és mivel a NOPSLED-ek képesek arra, hogy ha rossz helyen is ugrunk be az adott memória címre, tehát nem pontosan találjuk el a payloadunknak a kezdetét, akkor a NOPSLED-en végig fut az alkalmazás, és annak végén, ugye NOPSLED az egy olyan utasításkészlet, vagy utasításmennyiség, ami érdemi dolgot nem csinál, egyszerűen tovább és tovább lépteti a programnak a futtatását, egészen addig, amíg el nem ér az érdemleges payloadhoz. Mi van, hogyha az ALSZ-alert és a DEP-et együtt kell megkerülnünk? Igazából egyik a másik nélkül elég szolid védelmet nyújt. A kettő együtt már az előzőekhez képest jóval meg tudja nehezíteni a támadónak a dolgát, de még mindig nem lehetetleníti el. Tehát legalább szükségünk van a betöltött és exploitált környezetben egy olyan modulra, ami nem ASLR képes. Ez gyakorlatilag az esetek 99%-ára elmondható. Ha találunk egy ilyet, már pedig jellemzően találunk, akkor arra már tudunk építeni, az abban található fix adreszekkel elérjük azokat a modulokat és függvényeket, amivel már a DEP-et is meg tudjuk kerülni, és utána gyakorlatilag már miénk a világ. A már korábban említett pointer és offset alapú támadás, tehát szintén az adott DLL-be végrehajtandó függvényt keresünk, és annak a címét a meghatározott offsettel hívjuk, így elérjük a funkciót. A korábban két helyen már említett HeathSpray, és ugye itt érkeztünk el a ROP-hoz. Ez a ROP, ez a Return Oriented Programming technika, ami a Return to Libc-ből mondjuk úgy, hogy nőtte ki magát. Ez nem, és nem csak kizárólag a Libc-re vonatkozik, azért is nevezik inkább ROP-nak, mert gyakorlatilag bármit fel lehet használni, amit elérünk. Hogyan is működik ez a ROP? Ugye van nekünk egy stackünk, és valamilyen úton, módon elérjük azt, hogy a stack az mindenféleképpen overflow-ra kerül, és ezt mi kontrolláljuk. Elérjük azt, hogy a stack pointerünk a mi általunk kontrollált stack pozícióra mutasson. Ez lehet egy call ESP, lehet se overflow során beállított olyan kódszegmens rész, ami az ESP-re ugrik, vagy bármilyen egyéb más megoldás is kivitelezhető. Onnantól kezdve, hogy az ESP ide mutat, innentől kezdve ezt a részt úgy tekintjük, mint a visszatérési címeknek a tömkelegét. Egyszerűen olyan kód részeket keresünk, amiket apránként összerakva megkapnánk azt a payloadot, amit mi generálunk. Nyilván, hogyha van nekünk mondjuk egy 100 byte-os payloadunk, megfelelő assembly utasításokkal egymás után, azt egy az egybe ugyanúgy nem fogjuk tudni véghez vinni, mivel hogy itt apró kódrészekre kell támaszkodnunk, viszont kicsit ügyeskedve ugyanazt a funkciót elérhetjük. Tehát, hogyha például az egy adott regiszter értékét 100-al szeretnénk növelni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy találunk olyan
kódrészt, amit fel tudunk használni, ahol az van, hogy ad EAX vesző 100, és utána van egy ret, hanem lehet, hogy olyat találunk, ahol 50-nel növeli az értékét, és utána van ret. Ez esetben azt a címet kétszer veszük föl egymás alá, és így kétszer meghívva ugyanazt az eredményt kapjuk. Tehát itt trükközni kell egy kicsit, de végül is összehozható a teljes payload. Tehát jelen esetben, hogyha itt egy rövid példával szemléltetve, hogyha két regisztert, EAX-et és EBX-et akarok feltölteni két értékkel, akkor itt van egy 4 bájtos címem, itt van egy 4 bájtos értékem, még egy 4 bájtos cím, még egy 4 bájtos érték. Ez a cím, ez egy olyan kódszegmense mutat, ahol POP, EAX és egy RED command található. Mivel a stack pointer ide mutat, és egy RED-tel kerülünk ide, ezért a RED kiolvassa a visszatérési értéket, ami ide fog mutatni. A POP EAX lefut, a stack pointer által mutatott következő címen lévő értéket kiolvassa, tehát az EAX belevándorol, a EAX-be belevándorol a hexa 41-41-41-41, majd ezután visszatér, de ugye a kiolvasással a stack pointer megint egyen lejjebb mutatott, tehát ez a RET már ezt a címet fogja kiolvasni. Ez a cím viszont egy POP EBX-re és az azután következő RET-re mutat, így amikor ez a RET megtörténik, akkor igazából ideugrunk. Ez a POP EBX pedig már a szintén egyen lejjebb mutató stack pointer által mutatott értéket, azaz a csupa F betűt fogja kiolvasni, és ez lesz az EBX tartalma. Az innen vissza ezt követő RET pedig már a következő kódrésznek a címét mutatja, és ezt így felépítve egymás alá összerakható a payload. Hát nem egy egyszerű dolog egy ilyet összerakni, tehát az már látszik, főleg megtalálni ezeket a kódrészleteket, tehát ezt manuálisan kikeresni, az egy horror dolog. Viszont van egy nagyon jó kis tool, ami nagyságrendekben meg tudja könnyíteni a feladatunkat. Ez a pvfindadr nevezetű command, ami tulajdonképpen egy Python utility, az Immunity Debuggerhez. Ezt a korlanos srácok követték el, érdemes megnézni, főleg, hogyha valaki ilyesmivel foglalkozik. Számos hasznos funkciója van, például rögtön lehet a debuggeren belül a betöltött moduloknál keresni arra, hogy milyen modulok nincsenek ASLR-rel védve, melyik modulok nem rendelkeznek safe-sechel, vagy ezeket akár mixelni is lehet, de ami a legfontosabb nekünk az az, hogy képes a betöltött modulból, illetve a, nyilván az ASLR-rel nem védett modulokból, mert hogy az a lényeges, kigyűjteni azokat a kód részeket, amit esetleg egy ilyen ROP struktúrában fel tudunk használni. Ez tulajdonképpen azt csinálja, hogy fogja, végignézi az összes elérhető kódrészt, megnézi, megkeresi az összes RET utasítást, és onnantól kezdve visszanéz pár parancsnyit, tehát pár bájtot. Hogyha ott használhatónak tűnő dolgot lát, akkor ezeket kigyűjti, és szépen a címtérrel minden félével ellátva egy nagy listába legyűjti nekünk. És akkor elérkeztünk oda, hogy akkor ezt demonstráljuk, és nézzük meg, hogy hogyan is lehet mondjuk egy ilyen ROP technikával depet bypassolni. Ehhez alapvetően egy XP-SP3-at fogunk használni, itt van szervistomag 3, és ami a legfontosabb, dep always on, minden egyes processzre ki van kényszerítve, tehát így van. Van nekünk egy audio konverterünk, amiről tudjuk, hogy elérhető exploit is van hozzá, igaz, hogy nekem nem sikerült az adott rendszer alatt működésre bírnom, viszont ezt teljesen átírjuk és újraírjuk, úgyhogy működjön. Mennyire lehet ezt látni? Olvasható, vagy nagyít csak rajta? Jó. Szóval egy playlist file-t fogunk generálni. Ez a playlist file fogja okozni a buffer overflow-t. Ahhoz, hogy az overflow során meghatározzuk a
buffer pozíciókat, ahol nekünk bizonyos utasításokat vagy címeket kell elhelyezünk majd az exploitban. Először is generálunk egy patent, ez egy unique patent, ugye? Az előző workshopon biztos találkoztatok már vele, ez a Metasploit-nak a patent create-jével készült, ez egy 15 000 bájtos patent. Ezt igazából semmi extra, kiírjuk egy fájlba. Így keletkezik egy ilyen playlist fájl. Ugye látszik, hogy elég buta a program, tehát nincsen semmi header ellenőrzés, vagy semmi formai ellenőrzés. Minden esetre ez nekünk most jó, ő simán benyalja ezt a dolgot, úgyhogy lássuk, hogy mit eredményez ez nála. Van egy immunity debuggerünk, amiben csatoljuk az audio konverter. Hagyjuk futni. És itt megnyitjuk az első fájlunkat. Rögtön access violation is történt, és hogyha megnézzük, akkor rögtön látszik, kicsit módosítok. Rögtön látszik, hogy itt bizony, itt van az a pattern, de nem látunk külön, tehát igazából a regiszterünk mutatna rá, de hogyha ide próbálnánk ugrani valamilyen overwrite-a, bár mondjuk EIP-t nem sikerült átírni, akkor ugye rögtön hazavágna minket a dep, ez nem jó. Viszont hogyha tovább nézelődünk, akkor a chef chain-t megnézve láthatjuk, hogy elég érdekes az offset, ez ASCII karaktereknek tűnik. Úgyhogy egy egyszerű pattern offsettel az adott számsorra és értékre rákérdezve megkapjuk azt az offsetet, ahol felül tudjuk írni a Structured Error Handlert. Ezt a 4436-ot, ezt jól megjegyezzük, lerezeteljük a programot, futtatjuk. És tovább megyünk egyel. Tehát 4436 volt az offset. Ugye egy 15 000-es buffert használtunk föl, tehát az első 4436-ot azt megtartjuk sima A betűvel, ezután berakjuk az általunk választott chef rekordnak a címét, ami jelen esetben 4 darab B betű, ez ugye hexa 42-42-42 lesz, míg az A betű a 41-es hexa, és ezután a buffer space-t azt tartanunk kell, tehát kipótoljuk dinamikusan méretezve a 15 000-ből hátralévő bájtok számát. Hogyha minden jól megy, és megnyitjuk a második playlist fájlunkat, akkor a session structured exception handler az általunk választott címmel kell, hogy felülíródjon. És ez így is történt. Ez is látszódik? Okay. Tehát kontrollálni tudjuk a program futását a chef overwrite-tal. Na most akkor nézzük, hogy mire lenne szükség innentől kezdve. Ha visszamegyünk ide a debug ablakhoz, akkor láthatjuk, hogy a stack pointerünk belemutat valahova a nagyvilágba, de itt jelenleg semmi érdekesség nincsen. Viszont, hogyha elkezdünk lefelé menni, akkor egy idő után meglátjuk a sok A betűt, ami ugye az exploitunknak a része. Na, ide kellene nekünk valahogy ugrani. Ilyenkor jön a ROP metódusnak az első lépése, ahol megpróbálunk olyan kódrészt találni, ahol mondjuk a stack pointernek az értéke meg van növelve valamivel, és utána van egy ret visszatérés. Van nekünk egy ilyen ROP fájlunk, ezt a pvl.findaddress nevezetű tool generálja. Ezt azért nem itt helybe generáltam, mert ennek a végnyálazása is azt, hogy ezt a fájlt ezt legenerálja, akár több 10 percet is igénybe vehet, és ez egy viszonylag kis modul, ezt nagyobb moduloknál, vagy sok betöltött moduloknál, akár órákat, vagy akár egy napot is igénybe vehet, hogy legenerálja. Persze akkor itt megabájtos nagyságú fájlokat kapunk. Nincs más dolgunk, mint ebben a fájlban keresni, a DLL-ben, hogyha kilistázzuk, hogy van benne egy rakat dolog. Nekünk olyan rész kell, ahol add
ESP vesző valami van. No, ebből is rengeteg van, viszont ahogy néztük a címteret, tehát ott legalább három digites hexa számot kell eltolnunk, úgyhogy kicsit szűrünk. Ha minden jól megy, akkor ezzel megkapjuk azokat az értékeket, ahol legalább három szám van, vagy három karakteres érték van az ADSP mögött. Innen simán ki tudunk választani gyakorlatilag bármelyiket, ugye ez ASLR-mentes modulokból válogatja össze. Jelenleg ugye az XP alatt nincsen ASLR, de DEP van, úgyhogy tetszőgesen tudunk válogatni, viszont ez a modul egyébként is ASLR-mentes. Alapvetően Windows 7 alatt akartam ezt demonstrálni, csak másfél napos debug után sikerült rájönni, hogy miért nem működik a dolog, ugyanis nem sikerült DEP restrikcióba ütközni sehogy se, míg ki nem derült, hogy a VirtualBox hiába engedélyezi, nem korlátozza, tehát a DEP az igazából nem DEP, csak látszólag az. Windows 7 esetén, még XP-nél tökéletesen működik. Tehát innen kiválasztunk egy címet, és ezt felhasználjuk. Ez, mivel fix címen érhető el, ezért simán tudunk odaugrani, és ezzel fogjuk felülírni a session, Structured Exception Exception Handlert. Ugye ez a pak parancs azért kell, hogy a címet igazából nekünk byte-fordított módon adja oda, mint ahogy említettem, ugye byte-fordított módon történik az adatcsere a memória és a regiszterek között. Úgyhogy felülírjuk a SEC rekordot ezzel az értékkel, és megnézzük, hogy mi lesz a eredménye. Ahogy betöltöttük, megjön a access violation, ellenőrizve a SEC chain-t, látjuk, hogy jó helyre jutottunk. Erre rakunk egy breakpointot, és engedjük tovább futni a programot, és breakpointot is ütöttünk, tehát jó volt a SEC overwrite, és megfelelő helyre is kerültünk. Ugye itt van az ADSP 84C, hogy megnézzük, hogy most hova mutat az ESP. Majd egyel tovább megyünk. Itt már látjuk, hogy a stackben ott van a csupa, tehát jó helyen vagyunk. De hogyha itt a dumpba meglátjuk, akkor jobban látjuk, hogy igen, beleugrottunk, valahol bent vagyunk a általunk kontrollált buffer space-en. Mivel itt most rengeteg helyünk van, ezért nem szórakozunk vele, és nem igyekszünk minél kijebb húzni az ADSP parancsa, kicentizni az értékeket, tehát nem igyekszünk a bufferünknek az elejére ugorni. Teljesen jó az, hogyha ide valahova a közepébe ugrunk, majd ide igazítjuk a címterünket. Másik érdekesség, amit hogyha megnézünk, hogy az EBP és az ESP között nincsen túl nagy különbség. Tehát, hogyha az EBP-t szintén megnézzük a dumpba, akkor láthatjuk, hogy innen bár kell lefelé menni, tehát kell az EBP értékén növelni, de el fogunk jutni a mi bufferünkhöz. Úgyhogy ezt még fel tudjuk használni. Ehhez valamilyen parancsra van szükségünk, ahol az EBP-t mondjuk a későbbiek során felhasználható regiszterbe át tudjuk menteni, legyen ez az EAX. A programot szintén lerezeteljük. Hagyjuk futni. És keresünk egy ilyen parancsot. Elég sok van belőle, de tetszőlegesen kiválaszthatunk egyet, például ezt. Mint látjuk, itt az EAX regiszterbe töltődik át az EBP regiszter, tehát el tudjuk menteni, később az EAX-el tudunk dolgozni. Majd azután kerül egy POP EBP végrehajtásra. Ugye ez a stackből a következő pontról fog kiolvasni egy értéket, úgyhogy oda nekünk valamit be kell töltenünk. Ez igazából lényegtelen, hogy mi lesz, csak az a lényeg, hogy a program futása ne szakadjon meg.
sőt, ezt fogjuk használni, mert hogy itt csak egy pop van utána, itt meg több értéket is kellene a stackben hagyni. Tehát betöltjük az LBP-t LX-be, egy értéket kiolvasunk, még a stackből majd visszatérünk. Hogyha ezt implementáljuk a kódunkba, akkor ott van az adott memória cím, ahol ez az utasítás sorozat található, pontosabban itt. És hogyha megnézzük ezt végrehajtás közben, akkor látjuk, hogy amikor erről a buffer részről elugrik az EIP erre a címre, betölti nekünk, elmenti az EBP-t EAX-be, akkor itt a következő buffer értéket, azaz, mivel itt fel van töltve hexa-akkal, 41-et fog kiolvasni az EBP-be. De ezt, lássuk ezt menet közben. Megvan az access violation, megnézzük a shared chain-t, breakpoint lerak, program továbbfut, és akkor megvan az ESP manipulálás, és rossz helyre került az általunk pozícionált, tehát rossz címre pozícionáltuk ezt a függvény visszatérési értéket, úgyhogy ezt át kell még dolgozzuk. Itt igazából számolgatás történik, de kisebb paddinget kell a kettő hely között hagyni. Szintén. Így is van. És odaugrottunk a kívánt kód részre. Tehát itt mentjük el az EAX regiszterbe az LBP-t, majd kiolvasunk egy értéket, ugye a stackben a soron következő byte sorozat. Ez lesz a csupa A betű, azaz hexa 41, majd innentől kezdve jönne a következő függvény, de mivel még azt nem írtuk meg, ezért access violation következik, mert a 41-41-es címre nem tud ugrani a kód. Innentől kezdve már láthatjuk, hogy hogyan fűzhetünk föl egymás alá különböző programrészeket, és ebből hogyan tud összeállni maga a payload. Na most akkor el kellene dönteni, hogy mi legyen a célunk. Célunk az legyen, hogy próbáljunk meghívni egy Windows függvényt, legyen ez a WinExec, és egy általunk meghatározott parancsot, például a calc.exe-t próbáljuk meg lefuttatni. Úgyhogy ez kitűzve célul, a betöltött modulok közül megnézhetjük a kernel 32 namespace-ében a WinExec-nek az exportját, aminek van egy címe. Hogyha ezt a címet hívjuk meg, akkor gyakorlatilag közvetlenül meghívjuk a WinExec függvényt, így kódot tudunk futtatni. Nyilván paraméternek előbb át kell adni neki néhány dolgot. Na most ez ASLR esetén úgy működik, hogy a betöltött moduloknak, például az outconf DLL-nek, ami nem ASLR képes, a namespace-ét nézzük meg, és azt mondjuk, hogy a kernel 32-ből ő importálja mondjuk a write file parancsot. Ez mutat egy címre, tudjuk, hogy ez a kernel 32-n belül van, tudjuk, hogy a WinExec is ott van, megnézzük a kettő közti különbséget, bár a WinExec-nek a címéhez nem férünk közvetlenül hozzá, mégis elérjük a write file-nak a címét, amit ugye minden futáskor normálisan betöltés során itt inicializál, és a helyes értéket kap a program, és ehhez számítva a függvény, a write file és a WinExec közti offsettel számolva már közvetlenül meg tudjuk hívni a WinExec-et magát is. Fut a programunk. Itt van a WinExec-nek a memória címe.
ezt akarjuk majd mi meghívni. Egyelőre csak elmentjük a bufferbe, hogy lássuk, hogy hova kell majd megérkezzünk. És a Winexesnek két paraméterre van szüksége. Az egyik egy pointer, ami a futtatandó parancsra fog mutatni, ami egy nullás byte-tal lezárt string igazából, majd egy byte-os értékre, ami a megjelenő ablaknak a beállításait tartalmazza. Ez a nullás byte-a, azaz a decimális tízzel azt mondja, hogy ez a szoftver által definiált default beállítások alapján fogja megjeleníteni az elindított programot. Ez a hatos exploitunk. Ha megnyitjuk, eljátszunk a szokásos lépésekkel, session, structured exception handler-re, breakpointot futtatjuk, breakpointot ütünk, megvan az első ROP parancsunk, stack adjustálás, LBP mentése EAX-be, és itt jönne a RET, viszont azt még nem írtuk meg, viszont hogyha megnézzük, akkor itt van a stackben később, majd a kernel 32 vinegzecére való hivatkozás, illetve itt van mögötte az X-es rész lesz a pointer, és itt van a megjelenő ablaknak a beállításai. Na most valahogy akkor el kellene érnünk, hogy elhelyezzünk a stackben egy stringet a calc.exe-vel, az EAX regisztert addig kellene növelgetni, amíg az rá nem mutat erre a stringre, majd kellene találnunk egy olyan kódrészt, ami a stackbe beletölti az EAX regiszternek az értékét. Mindezt úgy kell összehozni, hogy ez a cím a stackbe visszaíráskor ide történjen meg, tehát erre a pontra kell nekünk írni. És hogyha ez megvan, akkor tudunk a stackbe addig lépegetni, amíg az egyik visszatérés egyik visszatérésnél a return parancs, written parancs közvetlenül erre a címre fog ugrani. Ezt próbáljuk meg valahogy összehozni. De lehet, hogy egy kicsit begyorsítok, ha jól látom, 12 percünk van, még hány percünk van? Vagy mikor végzünk? Szóval a EAX regisztert kellene valahogy növeltetni. Egy szép érték, ha 100-zal növeljük. És persze van is nekünk egy ilyen címünk, ahol ezt elérjük. Tehát van egy, ha erre a címre ugrunk, akkor az EAX regiszter értékét növelni tudjuk 100-zal, majd egy fake adat kiolvasásra kerül az LBP-be, amit nem használunk, de ugye ez itt végrehajtódik, tehát a stacket hozzá kell igazítanunk, majd visszatérünk. Ezt többször kell megismételnünk, egészen addig, amíg az EAX regiszter megfelelő pozícióra nem mér, és belemutat valahova a mi bufferünkbe. Ezt lekódolva a második ROP utasításként berakjuk, és vegyük észre, hogy ugye pekkeltetjük, tehát byte-fordítjuk az adott címeket, így a LBP mentés után, ami az EAX regiszterbe megy át, az EAX regisztert fogjuk 100-zal, hexaszázzal persze növelni, és utána az LBP kiolvasásra kerül a stackből, ezért ide berakunk még 4 byte-ot a stackbe közvetlenül a funkció hívás mögé, és ez lesz az, amit kiolvas a POP LBP. Ezt most itt egy lépésben nem nézzük, meg inkább tovább lépünk, mert hogy tudjuk, hogy ezt többször végre kell hajtsuk, tehát igazából egy RET kiolvassa ezt az értéket a stackből, elugrik, növeli 100-zal az EAX regiszter értékét, kiolvas egy EBP-t, ami ez lesz, majd a következő visszatérési címre ugrik, ami igazából megint ugyanez az adressz, tehát újból elkezdi növelni az EAX regiszter értékét, újból kiolvasás történik, újból visszatérés a következő címre, ami megint ez. És ez így megy szépen egészen idáig, ahol már megfelelő pozícióval lesz az EAX regiszterünk, sőt, definiálunk egy stringet is, ez a calc.exe, és egy nullás byte-tal lezárjuk, és ezt az egészet berakjuk
kernel 32 vinegzett függvényhívásának a része után. Tehát itt van egy 16 bájtos placeholder még, és azután kiegészítjük, ide hozzáfűzzük a parancsunkat. Nézzük meg, hogy ez hogyan néz ki élőben. Ez a 8-as exploitunk. Megtörtént az access violation, check chain-t ellenőrizzük, breakpoint, szokásos lépések, breakpointot ütünk, stack módosítás, és itt már, ha megnézzük, akkor ugye az első címre ugrunk vissza, ahol elmentjük az EAX regisztert, be az EBP-t, és a visszatéréssel kiolvassuk az add EAX 100-as kódrésznek a értékét, tehát a következő lépésre már arra a címre jutok, hozzáadunk az EAX-hez 100-at, kiolvasunk egy EBP-t, ugye azt direkt feltöltöttük Hexa 41-jel, meg is kapta az EBP, majd jön a következő return, ami megint kiolvas a következő visszatérési értékét, ami ugye megint csak a EAX növelése. Ez így lefut párszor. Még egyszer visszatérünk. Nézzük meg, ESP már az A betűkre mutat, EAX még nem jó helyen van, de hogyha még egyet növelek rajta 100-zal, akkor már is a calc exe-re mutat, ugye a buffer space-ben. Még egy pop LBP kiolvasás és visszatérés, ami most access violation-t okozna, mert itt még nem folytattuk a dolgot. Ideje tovább lépni. Na most az EAX regiszterünk már jó helyre mutat. A WinExesnek pedig egy pointerre van szüksége, tehát az EAX értékét kellene nekünk valahogy a stackbe lementeni a WinExes hívás előtt. A WinExes, amikor meghívódik, akkor a stackből kiolvassa, felolvassa az értékeket, pointert a stringre, amit végre kell hajtania, és a window beállításokra. Tehát valahogy el kell mentenünk nekünk a stackbe ezt az értéket. Erre egy olyan parancsot keresünk, ami a stack szegmens bement, méghozzá az ESP által mutatott területre valahol, ESP plusz valamire. Ugye az ESP-re visszaírni önmagára nem jó, mert saját magunkat vágjuk hátba. Úgyhogy ESP plusz valahova szeretnénk írni, majd EAX-et. Úgyhogy erre szűrünk. Ja, igen, kiképeljük a szögletet. Igen, mert Dave-ört Péter. Tehát 4 bájtot szeretnénk kiírni. Vannak is ilyenek, de azt mondja, hogy C, C, plusz C, plusz C, plusz C, plusz 8. EAX-es kiírás csak ESP plusz 8-as címre történik. Ez nekünk kevés igazából, mert 8 bájtal tudunk az ESP alá beírni, azután tudnánk visszatérni a következő visszatérési értékre, ahol közvetlenül már a WinExesnek kellene meghívódnia, viszont a WinExes hozzá a címhívás plusz 4 byte-tól kezdi keresni a paramétereket, tehát ez ide pont nem fog beleférni. Úgyhogy ez igazából így nekünk nem is jó. Jön a trükkösebb megoldás. Valahol okozunk még egy crash-t. Ha futna. Keresünk mondjuk ESP plusz 10-re. Ez már kellően nagy teret biztosít számunkra, hogy megfelelő helyre mentsük a pointerünket, és utána még bármit tudjunk tenni a függvényhívás előtt. Számos ilyen függvényhívásunk van, de igazából egyik sem megfelelő, egészen addig, amíg nem találunk egy olyat, mint ez. Itt, ha megnézzük, akkor a
stackbe való mentés után rögtön egy call történik, ami alapvetően nem jó, meg korábban már ilyen történt, de azok ugye bedrótozott helyre ugrottak. Míg itt az EDI által mutatott címre fog ugrani a rendszer, tehát ez jó, mert e fölött már kontrollunk lehet. Egyszerűen az EDI-t kell nekünk valahova beállítani. Úgyhogy az EDI-t vagy valamilyen regiszterművelettel, értékadással, növeléssel állítjuk be, vagy egyszerűen keresünk egy olyan kódrészt, ahol pop EDI van, és utána egy visszatérés. Tehát a stackünkből olvassa fel az EDI értékét. Találunk is egy ilyet. Most ezt a két címet feljegyezve, a pop EDI meg a stackes mentés elmentve és felhasználva már egy használható kódhoz tudunk jutni. Úgyhogy nézzük meg, hogy ez miként lehet kivitelezni. Ugye megvolt az EAX regiszternek a beállítása, meg a korábbi műveletek. Itt már az EAX mint pointer opcionál nekünk, és bevezetésre kerül a pop EDI is rész, úgyhogy a pop EDI egy általunk mutatott értéket, ami jelenleg csupa X, olvas fel a stackből, majd ezután következik a stackbe mentés, és azután a call EDI, ami itt elhasalna, mivel hogy nem tud hova ugrani, a csupa X az nyilván nem egy futtatható memória rész, viszont ki kell, hogy elemezzük a programnak a futási környezetét, hogy tudjuk, hogy ide milyen címet és milyen végrehajtandó parancsokat szeretnénk beiktatni. Hogyha ezt futtatjuk. Akkor a szokásos lépések után breakpoint, breakpoint ütés, stack módosítás, EAX regiszternek a pozíciónása. Elérkeztünk a már új parancshoz. Ugye itt van a csupa X, nagy X, ami hexa 58-akból el. Ezzel a return-nel most egy pop EDI-hez jutunk, ami felnyalja a stack pointer által mutatott következő 4 byte-ot. Meg is van, tehát az EDI most már csupa 58-at tartalmaz. Majd a következő return-nel már a stackbe fogunk menteni, tehát az EAX, mint pointernek az értékét letoljuk a stackbe, és ezután jön a call EDI, ami jelenleg nem értelmezhető. Na most látjuk, hogy a kalkegzét ide tudjuk menteni. Ez egy kicsit följebb van, mint a Winexes-es hívásunk, és az ottani hely, amit erre biztosítottunk, de semmi gond. Egyszerűen ezt a placeholder részt csökkentjük megfelelő byte számmal, így itt lesz gyakorlatilag a Winexes-nek a kódhívása, itt egy padding, majd a paraméter a kalkegzéhez, ami pointer ugye a stringre, és az ablakbeállítás. Hogyha ezt itt elstruktúráljuk, akkor jó lehet. Valamint a stack pointerünket kell még ugye tovább léptetni, hogy eljusson a Winexes hívásig. Vége. Egy kis csellel láthatjuk, hogy miután meghívódott, illetve meghívódik a call EDI, még ott van egy pár bájtnyi szabad rész, tehát azokat kell átugorni valahogy, úgyhogy két dolgot tettünk. Előrébb hoztuk a kernel 32 Winexes hívását, tehát egyszerűen az itteni placeholder részt, ami használó utasításokból áll, azt lecsökkentettük, majd ugyanannyival a mögötte lévő részt azt növeltük, így a string a parancsra ugyanott maradt, tehát az EAX ugyanide fog mutatni, viszont így már megfelelő helyre, azaz ide fogja lementeni az ESP plusz 10-re való mozgatás során az EAX regisztrált a program. Ezután meghívja az EDI-t, mivel még mindig több bájttal a Winexes hívás fölött vagyunk, és az EDI-t ezért egy olyan címre választjuk, ahol semmi más nem csinálunk, mint az ESP értékét növeltetjük 4-jel, és így térünk vissza a következő címre, ami viszont már a kernel 32 lesz. És akkor ezt nézzük meg akkor végül, mit eredményez. Betöltjük, megnézzük a chain-t, breakpointot helyezünk el, futtatjuk, breakpointot ütöttünk, ugye stack pointer, módosítás, EBP mentés,
EAX pozicionálás, EAX-ünk megfelelő helyen, jön az EDI beállítás, ami majd egyébként, hogyha látjuk egy belső audio konverter által mutatott címre mutat, ugye ott lesz a stack pointer fixálás, visszatérünk a következő címre, itt mentjük el az EAX regisztert, látjuk, hogy ugye a kernel Win32 hívás alatt a megfelelő helyen van most már a calc.exe-nek a pointere, meghívjuk az EDI-t, ami ugye semmi más nem csinál, mint hozzáad a stack pointerhez 4-et. Visszatérünk, mivel még 4 byte-tal följebb vagyunk, mint kellene, hogy legyünk, ezért ezt még egyszer végrehajtatjuk, és innentől kezdve a következő függvényhívás már maga a WinExec, és megfelelően felparaméterezve. Ez tulajdonképpen azt eredményezi, hogy hiába voltunk DEP által védett területen, konkrétan kódot nem futtattunk azon a részen, és mégis sikerült gyakorlatilag bármilyen parancsot végrehajtanunk. Ez innentől kezdve ugye lehet mondjuk egy rendszer-user hozzáadás, vagy bármi más. Ez már csak a fantáziátokon múlik. Ez lett volna így nagy vonalakban a robtechnika által a DEP megkerülésnek az egyik jellemző példája. És akkor esetleg, hogyha kérdések vagy ilyesmik vannak, hogyha még befér az idő vagy ilyesmi. Majd. Hát akkor köszönöm szépen.